Mai adásunk helyszíne nem a tárgyalóterem. Ezúttal a bírósági közvetítői szobában vagyunk. Ebben a szobában találkozik a két peres fél a közvetítővel, valamint így zajlanak a gyermek meghallgatások is. A bírósági közvetítés egy konfliktuskezelő módszer. Célja nem csak a felek között kialakult jogvita lezárása, hanem annak a problémának is a megoldása, ami a pereskedés mögött húzódik. Amikor a per megindul, akkor a peres felek idézést kapnak a tárgyalásra. Az idézés mellett egy több oldalas tájékoztató is található, amely a bírósági közvetítésről nyújt információkat. A bírósági közvetítés lehetőségével a felek meghatározott peres ügyek során élhetnek. A családjogi ügyekben lehet ezzel a lehetőséggel élni, munkaügyi vitákban, szerződéses vitákban, birtokperekben, illetve közigazgatási ügyekben is lehetőség van már élni ezzel az eljárási lehetőséggel. A leggyakrabban válóperekben és gyermekelhelyezési perekben fordul elő. Ugye a gyermekelhelyezési per szót azt régen használtuk. 2014. március 15-e óta úgy hívjuk, hogy szülői felügyeleti jog rendezése iránti per, de én magam is azért használom még a gyermekelhelyezés szót, mert ez ívódott bele a köztudatba, ezt ismerik az emberek. A bírósági közvetítői eljárás előnyei akkor a legszembetűnőbbek, ha párhuzamba állítunk egy peres tárgyalást és egy közvetítői eljárást. A leggyakrabban a válóper és a gyermekelhelyezés kapcsán veszik igénybe ezt a szolgáltatást a felek. Ezek esetében ez a következő módon történik. A felek eljönnek a bíróságra, mert ők otthon, az édesanya és az édesapa, akik egyébként a legjobban ismerik a saját gyermeküket, nem tudnak megegyezni abban a kérdésben, hogy mely kölyük gyakorolja majd a későbbiekben a szülői felügyeleti jogot a gyermek felett. Ebben a per típusban a közvetítést a bíróság el is rendelheti. Egyébként csak akkor van lehetőség a közvetítésre, és csak akkor fog a közvetítő belemenni az eljárásba, hogyha mind a két fél hajlandóságot mutat erre. A bírósági közvetítők adatai elérhetőek a bíróság honlapján. Ezt a pozíciót bírósági titkárok, bírónők és bírók látják el. Azonban a közvetítői eljárás során a közvetítő nem bíróként ül le a felekkel, hanem egy kívülálló résztvevőként, aki megpróbál felülemelkedni a konfliktuson. Egy hagyományos per során a bíróság egy hosszas bizonyítási eljárást folytat le, ezzel szemben a közvetítő eljárás sokkal egyszerűbben zajlik, mely a peres felek kérelmére indul. A közvetítővel ezt a kérelmet előterjesztik a bírósághoz, a közvetítő felveszi velük a kapcsolatot nagyon röviden és nagyon rugalmasan, akár telefonon, akár e-mailben, és már beérkezik a kérelem a közvetítőhöz, vegyünk egy példát április 1-én hétfőn, és már a közvetítő 2-3 nap múlva telefonon, e-mailen egyeztet a felekkel egy időpontot. Amikor ez megtörténik, akkor a felek bejönnek a bíróságra, és ebbe a szobába jönnek be, nem a tárgyalóterembe, és itt találkoznak először személyesen a közvetítővel. A közvetítő, aki bár bíró is lehet, ahogy az előbb mondottam, és lehet, hogy egyébként nagyon sok ilyen gyermekelhelyezési pert tárgyalt, vagy válópert, mégsem a jogszabályok mentén próbálja meg a felek között az egyességet, a megállapodást létrehozni. Az elsődleges szempont egy olyan megállapodás létrehozása, amely mind a két fél számára a legkedvezőbb. A felek 2-3 hét alatt több alkalommal is összeülhetnek, hogy minél előbb megoldják a köztük lévő problémás kérdéseket. A megállapodást megszövegezik és a bíróság elé terjesztik. Ezáltal a több éves pereskedés helyett néhány hét alatt lezárulhat a folyamat. A kiskorú gyermekek meghallgatása során is fontos szerepe van mind a közvetítői eljárásnak, mind pedig ennek a meghallgató szobának. A bíró talár nélkül, sőt volt olyan bíró kolléga, aki utcai viseletes ruhába, tornacipőbe, farmerba jött be, csak hogy éreztesse a gyermekkel a partnerséget. És ebben a szobában kérdezik meg, hogy mégis mondd el, te mit szeretnél, neked mi lenne a jó? És aztán, mikor a tárgyalóterembe visszamegy a bíró a gyerek meghallgatását követően, akkor természetesen lejátsza a szülőknek, hogy mit mondott a gyermek, és ezek nagyon nehéz pillanatok. Ez a legnagyobb érdeme a bírósági közvetítői eljárásnak, ugyanis ha a felek élnek ezzel a lehetőséggel, és adnak egy esélyt a békés megoldásnak, akkor nem csak maguknak tesznek jót, hanem a gyermeküknek is. Hiszen a szülők elsődleges feladata az, hogy a kiskorú gyermekek érdekeit tartsák szem előtt.